Több száz ember gyűlt össze a Vodica Mária kert kegyhelyen, hogy közösen kérjék a szűzanya áldását. 2008-ban szentelték fel Herceg Szántón a világ legmagasabb Szűz Mária szobraként emlegetett, rozsdamentes acélból készült alkotást, amelyhez rendszeresen látogatnak el az ország minden pontjából a hívek. Sokan ezúttal is kilométereket utaztak azért, hogy részt vegyenek az ünnepi szentmisén. Tolna megyéből, Tolnáról érkeztünk, és többedik alkalommal járunk itt. Első körben hívő vallásos emberek vagyunk, és a szűzanya áldását kérjük családunkra, gyerekeinkre. Megyünk a Tohály, meg nagyon szeretünk a szűzanyához, máshova is elmegyünk. El szoktunk járni Mária gyűdre is, úgyhogy meg minden szent helyre azért általában elmegyünk a szűzanyához. A Szent Antal napi lílium szenteléssel egybekötött ünnepségen dr. Csókai András idegsebész osztotta meg gondolatait a hívekkel. A szakember előadásában saját veszteségeiről és az isteni gondviselésről mesélt a hallgatóságnak, majd Bíró László nyugalmazott tábori püspök celebrált misét. Az engesztelő szentmisék minden évben nagy érdeklődésre tartanak számot. Tulajdonképpen évi 7 ilyen nagy esemény van itt a Mária szobornál, kegyhelyen. 6 fatimai ünnep, a szűzanya 6 május és október közti 13-ai megjelenésének emlékére, és van egy összhorvát országos zarándoklat, ami mindig szeptember első szombatján van. Július 13-án ismét várják a híveket a kegyhelyre, akkor a helyi plébános, Polyák Imre celebrálja majd a fatimai szentmisét délután 5 órától.